Sziasztok, szejkolisták! Boldog új évet kívánok 2024-re is mindenkinek, aki követi a csatornánkat, vagy bármilyen platformon követi a Szejkó Magyarországnak a tevékenységeit. Tudom, hogy ezek az első napok mindig nagyon nehezek, ezért a ma esti videót egy kicsit könnyedebbre vettem. Nem hoztam ma új órát még magammal, viszont hoztam nagyon sok olyan információt, amit érdemes tudnotok. Érdemes tudni, hogy mi fog változni 2024-ben velünk kapcsolatban, mi az, ami állandó, és mi az, ami teljesen megújul, vagy egy új csatornaként el fog indulni. Tartsatok ma este is velem, én Lichtenberger Attila vagyok, ez pedig továbbra is a Szejkó Butik Budapest YouTube csatornája. Ma indult 2024, de ahhoz, hogy a 2024. január 1-én mi már új hírekkel tudjunk elétek állni, ehhez már tavaly el kellett kezdeni rajta dolgozni, sőt, már tavaly tavasz óta dolgozunk azon, hogy idén sok mindenben meg tudjunk újulni, és egy megújult platformokon keresztül tudjuk a híreket felétek továbbítani. Ezeket próbálom összefoglalni a mai esti videóban, és azt gondolom, hogy sok érdekességet tartogat, és tartogatok a végére is a videónak olyanokat, amik teljesen újak lesznek, de érdemes velünk tartanotok, hiszen ezekkel csak többlet információkat, többlet tudást kaphattok. Szóval az első és a legfontosabb az, hogy hol tudtok minket követni, és ez mindig azt javaslom nektek, hogy tartsatok a weboldalainkon, ami lehet a Szejkó Butik Budapestnek a szejkobutik.hu oldala, vagy pedig a szejkoklub.hu. Ezeken keresztül kaphatjátok meg általában a leggyorsabban a híreket. Itt is úgy, hogyha feliratkoztok a hírlevelekre, mert itt osztjuk meg leghamarabb, nagyon ritkán fordul elő az, hogy például egy videó előbb ki tud jönni, mint ahogy a weboldalon megjelenik egy hír, de természetesen egy videós formátum az egy picit mindig más, mint ha olvasni kell a híreket. A weboldalunkat azonban nagyon szorosan követi, hogyha egyáltalán követi, és nem pedig mellette van a Szejkó Klub applikáció. Ez a Szejkó Klub applikáció teljesen egyedülálló a világon, ezt mi magunk fejlesztettük, ezt nem a Szejkótól kaptuk, nincsen más országban ilyen, de mégis azt gondoljuk, hogy ez a modern változata egy weboldalnak, és ezen keresztül olyan személyre szabott információkat tudunk küldeni, amit esetleg máshol nehezebben tudnánk megoldani. Az applikáción hosszú ideje dolgozunk, hogy a kezdetleges gyerekbetegségeket leküzdve tudjuk javítani az élményeteket. Ha az utóbbi időben intenzívebben a kezetekben volt, akkor már láthattatok benne apró változásokat, de még mindig nagyon jelentőseket tartogatunk, akár már január végére is. Az apró változások között említem meg, hogy a pontosság mérésnek a használatát tovább egyszerűsítettük, a dizájnját javítottuk, és hogyha ide beléptek, akkor egy nagyon rövid leírást is kaphattok, hogy hogy lehet ezt használni. A későbbiekben, amikor ez véglegesítődik, akkor fogok készíteni erről egy külön videót, mert azt gondolom, hogy mindenki, aki szereti a mechanikus órákat, vagy egyáltalán a karórákat, azoknak egy nagyon érdekes információt adhat, és plusz tudást az, hogyha a pontosságmérést tudja használni. Akik a Szejkó Klub applikációnak az alján a főmenüket nézegették, azok láthatták, hogy az eddigi 4 helyet most már 5 főmenü található meg, és jobbról a második, a profil mellett megjelent egy új, úgynevezett üzenetközpont. Ide fogjuk gyűjteni azokat az értesítéseket, amiket nektek küldtünk, és ezek között lehet olyan, ami személyre szabott, hiszen attól függően, hogy milyen szinten tartotok a Szejkó Klubban, ettől függően kaphattok vagy nem bizonyos üzeneteket. Itt láthatjátok vastaggal azokat, amiket még nem olvastatok el, és vékonnyal azokat, amiket elolvastatok, és természetesen, hogyha itt megnyitjátok az üzeneteket, akár itt 1-2 hétre visszamenőleg is összegyűjtve, akkor rögtön elnavigál az applikáció oda, ahol egyébként máshol ezt egy almenüben kellene megtalálnotok. Azt gondolom, hogy ez a menü nagyon hasznos lesz a jövőben, mert amikor majd eljutunk oda, hogy teljesen egyéni névre szóló üzeneteket tudjunk küldeni például az órátokkal kapcsolatban, akkor ezek is majd ide fognak megérkezni a telefonotokra. Ezek a funkcionális újdonságok mellett vannak olyanok, amik egy kicsit a design oldalára fókuszáltak, és talán a karácsonyi ünnepek alatt már láthattátok, akár a főmenüben az egyes kártyák
összeolvadtak tulajdonképpen, egy nagyon szép karácsonyfa mögé bújtak, ennek ellenére funkcionálisan használható volt, de mégis az egész applikációnak egy egyedi érzést biztosítottak. Egyelőre ennyi az applikációról, de ahogy ígértem, szerintem egy hónapon belül visszatérünk, akkor fogjuk bekapcsolni az igazi nagy 2024-es újdonságot, és akkor majd én azt gondolom, egy külön péntekesti videót fogunk annak szánni, hogy mi változott, és hogyan lehet továbbiakban még hatékonyabban kihasználni az applikációnak az előnyeit. Természetesen folytatjuk tovább a YouTube csatornánkat 2024-ben is, sőt, az idei évben az eddigiek mellett egy újabb videóformátumot szeretnék bevezetni. Ez egy olyan különleges videó lenne, ami nem rendszeres megjelenésű lesz, mint ahogy az eddigi kettő, a hétfő esti és a péntek esti, hanem alkalomszerű, és egy kicsit titeket is szeretnélek bevonni a videókészítésbe. Ezek a videók arról fognak szólni, hogyha nektek van olyan különleges Seiko órátok, amit szeretnétek bemutatni, de természetesen ezek olyan különlegességek, amik már nem kaphatóak, vagy valami nagyon csökevényes, különleges vonalát képezték a Seiko fejlesztési múltjának, akkor ebben a videóformátumban fogom ezeket elmutatgatni nektek, vagy esetleg közösen veletek bemutatni ezt az órát. Ha már itt tartunk, akkor mindenképpen engedjétek meg, hogy fölhívjam a figyelmeteket arra, hogy a Seiko Boutique YouTube csatornájának a playlist menüjében külön válogattuk a videókat akár brandenként, tehát megtalálhatjátok a Prospect, Pressage, Astron, King Seiko, Grand Seiko, Seiko 5 Sports videókat, és természetesen ezeket időrendben tudjátok rendezni, itt láthatjátok, hogy az egyes kollekciókból mik a legújabbak, illetve tematikusan is külön vannak válogatva, külön egy listába vannak gyűjtve a péntek esti videók, külön egy listába csak a kézre fel videók, amik már megérkeztek, illetve az újdonság érkezik videók is, amikből mindig láthatjátok, hogy mi a legújabb hír, mikor fog megjelenni a legújabb különleges kiadás. Ebbe a listába fog belekerülni majd ez az új videóformátum is. És természetesen még egy utolsó listára engedjétek meg, hogy még egyszer följön a figyelmeteket, ez pedig azok az edukációs videók, amikből sajnos a tavalyi évben egy picit kevesebb készült, de úgy gondolom, hogy ezek időtállóak, és hogyha visszanézitek, akkor akár a vízállóságról mit kell tudni, megtaláljátok itt, vagy megtaláljátok azt is, hogy mit jelent egy órának a csapágyazása és egyéb hasznos információkat. Említettem nektek, hogy az e-mail az mennyire fontos elem, ne felejtsetek el, hogyha szeretnétek ebben a formátumban megkapni, akkor ezt bármelyik oldalunkon keresztül megtehetitek, illetve a social media oldalainkon, amiből van Facebookunk, van Instagramunk, és hamarosan a TikTokunk is új életre fog kelni, legyetek szívesek, kövessétek be, és ezeken keresztül is azt gondolom, hogy nagyon szép látványos fotókkal, videókkal tudjuk bővíteni a tudástáratokat. A Seiko magazin 2024-ben is meg fog jelenni, ahogy az elmúlt 13 évben. Ennek a munkáit már elkezdtük tavaly év végén, de természetesen 24 tavaszára tervezzük a megjelenését. Ahogy a korábbi években is, most is várjuk az ötleteiteket, ha vannak olyan témák, amikről szeretnétek a magazinban olvasni, akkor írjátok meg nekünk. Én azt gondolom, hogy a mai világban, a mai elektronikus világban egy különleges érzés az, amikor az embernek egy kinyomtatott magazinja van, illata van a magazinnak, és nem hiába gyűjtik mind a mai napig az igazi Seiko-fenek az eddigi Seiko magazin kiadásokat. Éppen most, még karácsonyi szilveszter között is kaptam egy olyan levelet, aki most először találkozott a magazinunkkal, és szeretné a korábbi kiadásokat is megkapni. Hogyha te is közöttük vagy, akkor nem kell más tenned, mint eljönni a Seiko Magyarországnak a központi irodájába. Itt nekünk a könyvtárunkban mindegyik magazinból van félretett példány, és így össze tudjuk gyűjteni, át tudjuk adni neked ezeket a korábbi kiadásokat. Ezek voltak a legszorosabb Seiko-val kapcsolatos követnivalók, azt gondolom az idei évre, de ne felejtsétek el, hogy a Seiko Magyarországnak van egy vitorlás csapata, Prospects Delta Team néven fut, ezzel a néven próbáljuk megnyerni a kék szalag a legrangosabb magyarországi vitorlásversenyt, és ennek a csapatnak is vannak social media oldalai a weboldalán kívül. Mindenhol nagyon egyszerűen a Prospects Team-et kell keresni, tehát a weboldal prospectsteam.hu, a Facebook, az Instagram és a TikTok oldal pedig az adott platform neve mögé a pervonal után a Prospects Team-et kell beírni.
Úgy gondolom, hogy 2024 első videójában, különösen, hogy ez január 1-re esett, ennyi információ bőségesen elegendő. Ha véletlenül valamit nem tudtatok volna jegyzetelni, akkor itt a leírásban a videó alatt megtaláljátok mindenhez a szükséges linkeket. Ha ezzel kapcsolatban van kérdésetek, akkor mindenképpen írjátok meg, sőt, hogyha nem csak kérdésetek van, hanem javaslatotok is, különösen akár az applikációval kapcsolatosan, akkor azt is írjátok meg itt a videó alá. Legtöbbször igyekszem ezt rögtön megválaszolni, és nagyon sokszor előfordult már, hogy hasznos információt vagy hasznos javaslatot kaptam, ez a későbbiekben megfontoltuk és beépítettük a jövőnkbe. Nem lesz ez másképp 24-ben sem, ígérhetem, úgyhogy tartsatok most is velünk. Az eddigi szokásoknak megfelelően hétfő este vagy egy kézrefel vagy egy újdonság érkezik, videóval érkezem én, péntek este pedig Andrással közösen fogunk várni titeket a legújabb modelleknek egy kicsit péntek esti lazásabb beszélgető stílusával. Köszi szépen, hogy ma este is velem voltatok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, akik eddig még nem tettétek volna meg, a kis harangot, ha meg csöngetitek, akkor a YouTube is értesíteni fog titeket a legújabb videónk megjelenéséről. Ez természetesen most péntekre fog esni, akkor már Andrással közösen várunk titeket. Sziasztok!